Igazgató bácsit, igazgató helyettes tanárnénit, az
szülői munkaközösség elnökét, minden kedves tanítónkat, tanárunkat, iskolánk dolgozóit, szüleinket, vendégeinket és titeket, pajtársaim. Ünnepnap ez, hiszen az egész évi kemény munka után mindenki számára elérkezett a megérdemelt pihenés, a vakáció. Köszöntsük e napot verssel és énekszóval! Csodafára mászott, hét farkocskot elkoptatott, mi csak egy nadrágot, hanem azért állévő sem jutott nálunk följebb, sok tájat belát minden tágas, messzi földe. Végtelen magasba nyúlik a tudománypálya, ember legyen, tetői árfogát megmásza. Hosszú az út még a csúcsig, de ha már eddig győztük, égig éghet az a nagyfa, akkor is meggyőzzük. Jól esik szétnézni innen, rám még nem is régen mi volt a könyv. Semmi más, csak ákom, bákom éppen. Most meg, nézd csak, minden betű egy-egy titok nyitja. A világ ezer zegzugát sorra tárja, nyitja, mint hadsereg sorakoznak egyenes sorrendbe. Régen kicsit féltem tőlük, de lám uruk lettem. Azóta a sok betű, mint katonának állott, nekem segít megismerni a teljes világot. Köszönjük, hogy nem hiába kopott pad és nadrág, búcsúzunk az iskolától, őszre majd viszontlát, s akkor hajrá, új erővel, újra magasabbra, nem akad meg kezünk, lábunk, ágakba, bogakba. Hosszú az út még a csúcsig, de eddig győztünk, égig érhet az a nagyfa, akkor is meggyőzzük. Utolérem a bátyámat, mit agadás irigyeltem, hogy a bátyám iskolás, hogy ő neki gyerekjáték, az írás, az olvasás. Csodáltam, hogy milyen szépen formálja a betűket, s hiába van sok belőlük, ismeri a nevüket. Úgy megy neki az olvasás, akárcsak a vízfolyás. Hely, gondoltam, mikor lesz már belőlem is iskolás, s most, amikor beírattam iskolába az idén, megfogadtam a bátyámat, utolérem bizony én. Számadás, utad idő, pürgelában, nagy csizmában jár, alig váltál meg a téltől, itt van már a nyár. Tavasz végén, nyár elején eljön az a nap, munkájáról valamennyi gyerek számot ad. Amíg gyorsan elsuhantak drága napjait, forgattad e szorgalmasan könyved lapjait. Ha tudás, mint a mély, a mézet gyűjtöttél sokat, tiszta szívből nyújthatod be számadásodat. Jó szüleid, tanáraid büszkén néznek rád, mert dolgoztál, szorgos voltál egész éven át. És te, aki nem tanultál eddig eleget, szívből fakadt jó tanácsot adhatok neked. Tanulj, pajtás, még van időd, s hogyha jön a nyár, néped elé, hazád elé emelt fővel állj. Írnak a fizika, a tolika, csoda lesz a mai.
A mi iskolánkban ünnep minden nap, a hétfőit a keddel vidám tárcsapa. Utcának itt az évek, mint a rengeinek, büszke, boldog, mint aki ide jár. Akár a madár, a madár, akár a madár. De, hogy a pedagógus napon iskolánkból Prejsz Istvánné tanítónő kiváló munkáért, Rádi Dezsőné tanárnő miniszteri dicséretet kapott, átlagon felüli munkája elismeréseképpen. Nagy Piroska tanítónő a KIS-bizottság elismerő oklevelét Simonyi Sándorné, Kócsó Antalné és Kis Béla tanítók pedig mozgalmi munkájukért elismerő oklevelet vettek át. Több évtizedes kimagasló pedagógusi munkájának elismeréseképpen Kis Béla tanító és Mátyus Imréné tanárnő vezető pedagógusi címet kapott. Az úttörő mozgalom születésének 40. évfordulója kiemelt eseményként áthatotta egész évi nevelőmunkánkat. Az úttörő történeti vetélkedők, a találkozók, a hajdani úttörőkkel rajzpályázatok és az ötletgazdag tárlóbeli kiállítások igazán színessé, tartalmassá tették ezt az évet. És hogyan fejlődött iskolánk? Tanuló létszámunk tovább növekedett. 589 tanulónkból sajnos 21-en javítóvizsgára, 16-an pedig évismétlésre buktak. A 7. ötévesnek utolsó évében várható az iskola bővítése 4 tanteremmel. Az oktatás tárgyi feltételei sokat javultak a tanév során. Jelenleg képesítés nélküli nevelőnk nincs. A tanév során kiépült képmagnós oktatás rendszere, az iskola rádió állandó adásai jó lehetőséget biztosítottak az úttörő ort önkormányzat érvényesítéséhez. Számítógép bázisonkon jól képzett szaktanárunk, Karsai Győzőné tanárnő irányításával sok érdeklődő tanulónk ismerkedett már meg a programozással. A hétköznapok szorgos munkájából hadd említsek néhány kiemelkedőt. Az egyéni pályázat megyei versenyén Szabó Krisztina, Fekete János, Kürti Dezső, Sziládi Sándor bebizonyították átlagon felüli matematikai érdeklődésüket, Bajai táborozása jutalmuk. Sányi Éva az orosz nyelvi versenyen elért szép eredményért jutalomüdülést kapott a Krím-félszigetre. A kis matematikusok baráti körének megyei döntőjén eredményesen képviselték városunkat Kis Ferenc első A-osztályos, Kocsis András első A-osztályos, Csenki Tamás első B, Módok Rita második A-osztályos, Lengyel Tamás második B-osztályos, Nagy Krisztina harmadik B-osztályos, Vincerszer harmadik B-osztályos, Slávik Beáta negyedik A-osztályos, Kakas Rita ötödik B-osztályos, Kurucz Krisztina 5. B-osztályos tanulók. A városi szavaló versenyen Boldog Dániel mellett új tehetségként szerepelt Faragó Zsolt. További szép sikereket kívánok nekik. A helyesírási versenyben Seres Mónika első, Kutasi Hajnalka második lett a városban. Bartos Szilvia nem csak a tornát úttörő olimpián, hanem a sakversenyen is sikert ért el. Az országos környezetvédelmi versenyen helytállókat is elismerés illeti. Dicséretet érdemelnek ezen kívül még tornászaink, háromtusázóink, kézilabdázóink és sok sikert elért birkózón Kürti Dezső. Mizei György és Rozdik Károly elhozta a miskolci országos ökölvívó úttörő olimpiáról a legeredményesebb iskolának kiírt hatalmas vázát, itt az asztalon látható.
büszkék vagyunk sikereikre. Munkásőreink az országos parancsnokságtól kiemelkedő közösségi munkáért emlékplakettet kaptak. Ezeken kívül még sok szép eredményről kellene szólnom, de ezt az átlagon fölül kiosztásra kerülő jutalomkönyvek száma is bizonyítja, és a jó bizonyítvány. Röviden a következő tanévről. Az első három osztályban egy-egy iskola otthonos egész napos szervezeti keretben működik. 10 nap közis csoportunk lesz, elsőtől ötödik osztályig bezárva. Minden jogos napközis igényt ki tudtunk elégíteni. 6. osztályban nem lesz napközi. Számukra napközi étkezést tudunk biztosítani. Menzát elsősorban a 7. és 8. osztályosok kaptak. Itt feszítő a gond, a jelenlegi 100 fős keret nem elegendő. Több igényt kellett a bizottságnak elutasítani. Nyári napközi iskolánkból 2 igényeltek. Úszóoktatásra 35, asztaliteni tanfolyamra 8 fő jelentkezett. A városi művelési osztály az idén is sokféle lehetőséget ajánl a tanulóknak. Ezeket felsorolom. Klubfoglalkozás keretében ingyenesen kerámia készítésre július 7-től 11-ig jelentkezhetnek az érdeklődők a Batthyány Lajos Általános Iskolában. Üzemán cégetés június 23-tól 27-ig a József Attila Általános Iskolában. Számítástechnikai tanfolyamra június 30-tól július 4-ig a Dózsa György Általános Iskolában jelentkezhetnek a tanulók. Könyvtárunk a tanulók és a felnőttek részére a nyár folyamán minden hétfőn nyitva lesz. Július 16-tól 23-ig, tehát a jövő héten táboroznak iskolánk tanulói 117 fővel a kementei úttörő táborban. Jó időt, sok élményt kívánok! Tanévnyitó ünnepéjünk augusztus 31-én 18 órakor ugyanis lesz. Kedves gyerekek, a tanév befejeződött, töltsétek hasznosan a vakációt, vegyetek részt értékteremtő munkákban, sportoljatok, szórakozzatok és művelődjetek. Vigyázzatok magatokra, jó nyaralást, pihenést kívánok a nevelőtestület nevében. És ezek után az iskola hagyományaihoz méltóan átadom az iskolánkban a nevelőtestület határozata alapján a legkiemelkedőbb tanulóknak a külön könyvjutalmat és hozzá az iskola emblémáját. Földi Győző első D-osztályos tanulónak kimagasló tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért átnyújtom a könyvjutalmat. Gratulálok! Varga Emese első B-osztályos tanulónak példamutató magatartásáért, kimagasló tanulmányi munkájáért. Kicsit messze van, tehát futni is kell. Ide gyere csak. Gratulálok. Ka Andrea első B-osztályos tanulónak, Módok Rita is jöjjön. Gratulálok. Módok Rita második A-osztályos tanulónak, ő sok versenyen aratott győzelmet. Gratulálok! László Erika Mónikának, második B-osztályos tanulónak, Lengyel József Tamás is jöjjön. Borzasztó messze vannak. Gratulálok! Lengyel József Tamásnak, példás magatartása és kiemelkedő tanulmányi eredményéért. Gratulálok! Senki! Fazekas Zoltán, harmadik A-osztályos, Kovács Éva jöjjön. Fazekas Zoltán, harmadik A-osztályos tanulónak kimagasztó tanulmányi munkájáért. Gratulálok! Kovács Éva harmadik A-osztályos tanulónak, Vince Eszter harmadik B-osztályos tanulónak,
iskola emblémáját. Makai Brigitta harmadik C-osztályos tanulónak kimagasló tanulmányi munkájáért gratulálok. Szabó Beáta harmadik C-osztályos tanulónak, Seres Péter is jöjjön. Szabó Beátának is gratulálok. Seres Péternek, ő táncos is. Gratulálok. Vidéki Henrietta, harmadik C-osztályos tanulónak, szintén táncos. Gratulálok. Kocsis László, harmadik C-osztályos tanulónak, Simon Hajnalka is jöjjön, ő negyedik A-osztályos tanuló. Gratulálok. Simon Hajnalka, negyedik A-osztályos pajtásnak kiemelkedő tanulmány eredményéért, mozgalmi munkájáért. Gratulálok. Az osztály is megtapsolt. Fekete Zsuzsanna, negyedik D-osztályos tanulónak kitűnő tanulmány eredményéért, szorgalmas munkájáért. Könyvjutalom és embléma. Gratulálok. Szilárd Ildikó, negyedik D-osztályos tanulónak kitűnő tanulmány eredményéért és szorgalmas munkájáért. Gratulálok. Kuruc Krisztina, 5. B-osztályos tanulónak, kimagasló tanulmányi munkájáért és példamutató közösségi tevékenységéért. Fekete János is jöjjön. Busa Beatrice is. Kuruc Krisztinának gratulálok. Fekete János, 6. A-osztályos tanulónak, kimagasló tanulmányi eredményéért. Kincskereső, kis matematikus és még sok más. Busa Beatrix, 6. B-osztályos, egész évben nyújtott kimagasló tanulmányi eredményért. Könyvjutalom és embléma. Gratulálok! Zsigó Klára, 6. B-osztályos tanuló, az év során nyújtott kiemelkedő tanulmányi munkájáért és példamutató magatartásáért. Fraskó Krisztina jöjjön és Csányi Éva. Gratulálok! Zsigó Klárának. Fraskó Krisztinának is gratulálok, a 7. ballaktatónak gratulálok, tessék, és Csányi Évának, a 8. osztályosok közül egymagának. Kizárólag ő maradt, ő már a 3. éve tartozik az iskola kiemelkedő tanulói közé, ezért külön gratulálok. Gratulálok, Éva, és átkintom. 8. B-osztályos Szabó Krisztinának kimagasló tanulmányi eredményért és lelkes, lelkismertes közösségi munkájáért. És sok-sok verseny részesét. Gratulálok! Szlávik Gabriella 8. B-osztályos tanulónak kimagasló tanulmányi eredményért és lelkes, lelkismertes közösségi munkájáért. Kedves 8. tanulók! Az iskola nevelői, dolgozói nevében most búcsúzom tőletek. Az iskolában ti vagytok az elsők, akiket, mint tanárotokat is búcsúztathatlak. 3 év öröme, bánata, sikere, sikertelensége együtt halmozódott fel bennünk. Köszönöm nektek a szeretetet, a ragaszkodást, a hűséget. Vigyétek magatokkal a tudást ebből az iskolából, és emlékezzetek nevelőitek intő-féltő szavaira. Sok sikert és igaz emberi életet kívánok mindannyiatoknak. Lengyel Tamás, Katona Csilla, Zsuska Beáta, Kocsis László, 3C osztályos, Kovács Mátyás,
4. Kocsis László, Kovács Mátyás. Simon Hajnalka, 4. A osztályos. Szilágyi Ildikó, 4. B osztályos. És Vécsei Ildikó. Szilágyi Ildikó, Vécsei Ildikó. Kiváló kisdobos munkáért Kádár Imre, 3. A osztályos, Vince Eszter, 3. B osztályos, Szlávik Beáta, 4. A osztályos, Gencinger Ildikó, 4. A osztályos, pajtások. Gratulálok. Szlávik Beáta, gratulálok. Gencinger Ildikó. Kalmár Nagy Brigitta, 4. B osztályos, Nagy Róbert, 4. B osztályos. Fajtások. Úttörő munkáért jelvény és oklevél. Drozdik Szilvia, 5. A osztályos fajtásnak. Kuruc Krisztina, 5. B. Nemcsok Andrea, 6. A osztályos. Szaladjatok. Drozdik Szilvia. Kuruc Krisztina. Nemcsok Andrea. Szilágyi Sándor, 6. A osztályos fajtásnak. Gratulálok. Fekete László, 6. B osztályos fajtásnak. Gratulálok. Sigó Klára. Fekete. Sigó Klára. László Krisztina, 7. A osztályos. Justin Erika, 7. László Krisztina. Krisztina, Justin Erika, 7. A osztályos fajtás, Raszkó Krisztina, 7. B osztályos fajtás, Ivanov Szilvia, 7. B osztályos fajtás, Budás Judit, 7. B osztályos. Raszkó Krisztina, gratulálok. Ivanov Szilvia, gratulálok. Budás Judit, gratulálok. Vidéki Attila, 8. A osztályos, Tóth Erika, 8. A osztályos fajtások, Muszka Sándor, 8. B osztályos fajtások. Bocsánat. És Viskovics Edina, 8. B osztályos. Viskovics Edina, 8. B osztályos. Kiváló úttörő munkáért kitüntetés tulajdonosai, Rádi Dezső, 5. A osztályos, Kis Szabó Edina, 5. B osztályos, Nagy Márta, 6. A osztályos fajtások. Gratulálok. Kis Szabó Edina, 5. B osztályos, Nagy Márta, 6. A osztályos, Simon Gyöngyi, 6. B osztályos, Pap Andrea, 7. A osztályos, Drozdik Ildikó, 8. A osztályos fajtások. Gratulálok. Gratulálok. Szlávik Gabriella. Szlávik Gabriella, 8. B osztályos. Gratulálok, és köszönöm szépen nagyon sok mozgalmi munkádat. És tapsoljuk meg a jutalmat. Thank you.
Iskolásoknak vallhatjátok magatokat, s már is elindultok egy tágabb világ felé, melynek számtalan új és fényéből nem mindegy, hogy melyiket választjátok. Ne felejtjétek tehát Vörös Marti szavait. Határozz és kimondtad sorsodat. Tudom, nehéz a döntés, a választás. Középiskolák, gimnáziumok, ipari iskolák várnak rátok. Új tanárok, új barátok, barátnők, új követelmények állnak majd előttetek. Itt, ebben a környezetben az utolsó csengőszót halljátok. Némelyikőtök szemében köncsek, szívetekben szorongás. Vége. Életetek egy nagy szakaszra zárul le a mai napon. Tudjuk, hogy ez a búcsúzás a ti számotokra is fájó, de ez az életrendje. Átadjátok helyeteket a következő nemzedéknek, s mi, hetedikesek, átvesztjük helyeteket. Szeretnénk nyomdokaitokba lépni, méltón folytatni az általatok megkezdett utat. Iskolánk kitárt kapuja, s mi mindannyian mindig szeretettel visszavárunk benneteket. Szívesen fogadjuk és kérjük tanácsaitokat, segítségeteket. Az élet útján kísérjen benneteket Vörös Marti iskolán. Búcsúzni fáj. Biztosan nagy életigazság, de valójában eddig nem igen éreztük át.
mitől is búcsúztunk eddig tulajdonképpen. Az óvodától, de még túl kicsik voltunk, egy kedves táborbeli pajtástól, de az rövid ismerettség volt. Egy-egy kirándulástól, a szép tájaktól, kedves élményektől. De ez más, teljesen, őszinte, józan, bánattól vegyes érzelem. Akkor is ugyanígy állt az egész iskola ünneplő ruhában. Minden ugyanilyen ünnepélyes volt, csak én voltam 7 évvel fiatalabb, és mint az iskolában a legkisebbek, sehogyan sem értettük, miért nem örülnek a ballagó 8-osok a vakációnak. 7 évnek kellett eltelni, hogy megértsem, miért voltak az akkori nagyok olyan szomorúak. Kifejezni ezt az érzést legjobban Juhász Gyula soraival tudom. S a régi játékokat merre hagytam? Mivé lettem? Papó tükörbe nézek, és nem lelem már magamat magamban. Bizony, egyre kevesebb idő jut a játszásra, helyüket felváltják az egyre szaporodó könyvek. Ebbe a szép iskolába csak 3 évig jártunk, de úgy érzem, ez a pár év elegendő volt ahhoz, hogy mindnyájan úgy búcsúzzunk, mint második otthonunktól. Ahogyan egy család építi házát, gondozza kertjét, úgy építettük és formáltuk mi is iskolánkat, hogy egyre szebb és tökéletesebb legyen. Így vált ez az iskola egyre barátságosabbá, a mi iskolánká, és valóban a második otthonunk lett. Osztályom tanulói több iskolából érkeztek, de hamarosan erős közösségé kovácsolódtunk össze. Sok szép közös élményünk volt a 3 év során, hogy minden tanítási óra külön élményt jelentett, hogy részt vehettünk tanórán kívüli szakkörökön, még plusz ismereteket adott, hogy tanárainkhoz mindenkor bizalmasan fordulhattunk, mindezért köszönetet mondunk. Hiszen ki tudja, én mikor szerethettem volna meg a fotózás szépségeit, ha délutánonként nem járok fotószakkörre. Vigyázzatok erre a szép iskolára! Remélem sok év múlva, ha elmegyek az épület előtt, én is épp olyan büszkén mutathatom fiamnak a sportpályát, melynek elkészítésével részt vettem, mint ahogy apám mutatta egykori iskolájában a fát, melyet ő ültetett. Búcsúzunk tőletek. Remélem szívesen látok, ha visszatérünk, és megőrzitek a barátság és a tetvágy légkörét iskolánkban. Sok barátság, kapcsolat szövődött 3 év alatt, de az igazi barátságnak az évzáró sem vethet véget. Habár az első feladatot kiálltuk, még sok próba vár ránk az élet nagy vizsgáján. Kíváncsisággal telve megszeppenve ültük végig 8 éve az első tanévnyitó ünnepségünket. Az azóta eltelt egy évtized alatt kisgyerekből félig meddig felnőtté nőttünk fel. Innen nézekedtünk bizakodva az ismeretlen utak rejtelmeit kínáló élet elébe, hirdetve, hogy találkozunk. Még messze a cél, mit el kell érnünk, de kitartást adnak tanáraink biztatásai. De ne felejtjétek, az igazságnak zord az útja, legszebben az igazolja, hogy a tévedés csábító. Emlékeztek még a diákcsínyekre, amit együtt követtünk el, s hogy mennyi fejfájást okoztunk vele tanárainknak? Tanárainknak, kik mindig tiszta szívvel irányítottak bennünket a jó, a szép felé. S hogy mennyi-mennyi kimondatlan szerelem szövődött köztünk. Emlékeztek még a házi bulikra, ahol mindig volt valami vibrálás, pedig csak ártatlan, étvágyjal elfogyasztott szendvicsek, zenehallgatás, tánc és tévénézések kísérték az együtt töltött órákat. Találkozunk 5 év múlva. Ezt kanyarítottuk a szépen elrendezett tablókép alsó szegélyére. Aztán 5 év múlva már kicsit erőltetni kell emlékezetünket, hogy pontosan megtaláljuk egy-egy arcot a hozzáillő nevet. Jusson eszetekbe az a jól eső gondolat, az a bizselgető érzés, hogy még bármi történhet, hogy még bármi lehetséges, hogy életünk még bármerre, bármilyen magasra növekedhet. Mindennek a lehetősége lesz a legfontosabb. A lehetőség kihívására mindannyiunknak válaszolnia kell. Kimondatlanul is tudjuk, érezzük, valami végérvényesen, visszavonhatatlanul lezárult. Átléptünk egy határon, ahol a lehetőségek már egyfelé tartanak, az utak egy irányba futnak össze, egyetlen közös meccéspont felé haladva. Egy pillanatra látjuk magunkat ugyanitt 5, 10 vagy 20 év múlva. De most itt topogunk múlt és jövő válaszfogonán. Befejezetlen felnőttként egyensúlyozunk a lehetőség két törnye közé feszített kötelünkön. Közben a rejtelmek bizonyosságokká alakulnak, a kérdések válaszokká. Aztán majd újra találkozunk. Thank you.
Ma sem volt könnyű élni, nem lesz könnyű sosem, de érdemes volt, s mindig érdemes lesz, hiszen most kezdjük igazán súlyát érezni annak, amit tanáraink oly sokat mondogattak. Tanulj, nem nekem, magadnak tanulsz. Félünk, nagyon félünk. Félünk, hogy nem lesz kihez odaszaladni, ha valami baj lesz, ha valami nem megoldható. Nem lesz velünk a mi kedves igazgatóbácsink, kedves osztályfőnökünk, akik mindent és mindenkor megtettek értünk, segítettek akkor is, ha teljesen kilátástalan volt minden. Visszajövünk újra, és újra vissza, haza, mert nekünk a szó platán mindig az otthonunkat jelenti. Az emberiséget, megértést, segítést, tudást, örömet, mosolyt, a többet, ahol emberé vált a kis ember, és ígéri, az is marad minden körül minden. Most búcsúzunk, nehéz perchez érve, félve, reménnyel elindulunk. Hát poharunkat hajtsuk fel végre, egymást nem látjuk sok éven át, de majd visszatér találkozóra ez a sok kedves régi barát. És nem elég csak évni, fagyot is bírjon el, ki acél akar lenni, suhogni ériben. Nem elég álmodozni, egy nagy-nagy álom kell. Nem elég megérezni, de felismerni kell. Nem elég sejteni, hogy milyen kor jön el jövőnket, tudni kell. Nem elég a célt látni, járható útja kell. Nem elég útra lenni, az úton menni kell. Egyedül is elsőnek elől indulni el. Nem elég elindulni, mást is hívni kell. És csak azt hívjon magával, aki vezetni mer. Nem elég jóra vágyni, a jót akarni kell. És nem elég akarni, de tenni, benni kell. A jó szándék kevés, több kell az értelem. Mit ér a hűvös ész? Több kell az érzelem. Ám nem csak holmi érzés, de sebb és szenvedély. Keresni, hogy miért élj, szeress, szenvedj, remény. Nem elég a világért, több kell a nemzetért. Nem elég a hazáért, több kell most népedért. Nem elég igazságért, küzdj azok igazáért, ki a szabadság rég, csak nem látják még, hogy nem elég. Még nem elég. Thank you.
vendégeink. Befejezésül tekintsék meg iskolánk táncsoportjának műsorát. A táncot betanította Kis Zsolti tanítónő. A kísérő kórust vezeti Lőrizné Csőre Erika tanárnő. Kellemes pihenés, vidám vakációt kívánunk minden kedves tanárunknak, minden tanulónknak. Diófás sportpálya mellett, két ötödik, két hatodik osztályos bizonyítványosztás az iskola előtti térbetonon lesz. Nagyon aranyosak voltak. Mindenben van egy kis nehézség,
de az a nehézség azért volt, mert dolgoztunk, sokat dolgoztunk együtt. Nagyon sok szép emlékünk maradt, és én mindig nagyon nagy szeretettel gondolok rátok. A szívemben mindig ott vagytok, teljes szívemben. És ott is maradtok önökre, nem csak összírónkba, hanem még amit csak én élek. És addig mindig nagyon-nagyon sokszor is szeretettel gondolok, mindjártokra. És mi se felejtsetek el engem. Tudjátok, hogy hányszor mondjuk azt az évben, János Gata is volt az egyik irodalmi olvasmánynak, hogy emberben mi mindig szeretnénk más, megbecsülnénk más. Mert akar, mert tudjátok, hogy akar nagyon akar. Ha valaki nagyon akar, az elég az, amit szeretnék. És én bízom benne, hogy ti elméritek. Én kívánok nektek nagyon-nagyon szép életutat, nagyon-nagyon sok boldogság, és legyetek olyanok, amilyenek nekem. Én próbáltam benneteket mutatni, meg a kedvesség. Tudjátok ki azt, hogy mikről beszélnek a különbség. Én csodom, lehet nem örökre, mert találkozunk már holnap is, meg holnap után, mert bevétem meg most. Én, ha mondhatok valamit nektek, akkor elsősorban talán azt mondom, hogy köszönöm nektek azt, hogy amikor hozzátok mentem órára, akkor mindig megértőek voltatok, mindig fölvidítottatok, amikor éppen gondjaim voltak, akkor ti a kedvességetekkel, a szeretetekkel mindig elfeledtettétek a napi gondjaimat, ami az iskolának ilyenné tételébe során napon előtt voltak. És éppen ezért vagytok ti nekem különösen kedvesek, mert mindig egy oázisként éreztem azt a percet, azt a szolgát, amikor bementem voltam. Mert higgyétek el, aki tanul, azt ha igazgatónak is nevezünk így a büntetés, igazgatói tisztséggel, akkor is újra és újra azt érzünk, hogy a világon a legjobb érzés tanítom. Mert ott vannak örömök, napi örömök, és ezt tőletek kapjon. És amikor most például a búcsúzás előtt próbáltam valamit nagyon röviden írni, akkor higgyétek el, hogy elsősorban a kirándulásunk eltöltött órák, napok jutottak eszembe. Majdnem úgy volt, hogy beleszövöm a búcsú szövegbe a szentgyörgyhegyi kirándulást. Mert higgyétek, évtizedek múlva az fog a legmélyebben bennetek maradni. Nem a tanulás, nem a földrajzi emléke, hanem az együtt jövés és az együtt átért közös emléket. Csak ugyanazt tudom mondani, amit a búcsú szövegben, hogy legyenek igaz emberek. A könyv, amit Erzsike néni ad, az is utal arra, hogy sok sikert és jó életet. Szeretném még egyszer nagyon-nagyon megköszönni minden kedves tudományos segítését. Szívem szerint a becsapatban szeretnék. Szívem szerint az az igazság, hogy mindenkit megjutalmazott valami emlékkel. Tehát mindenki kedves volt, mindenki segített valamiben, amiben volt. Sőt, ez az utcán olyan volt, hogy itt nem csak a szülők, hanem még a nagyszülők is. Itt van például a Zoltánk a nagymamának nagypapája, de még másik nagyszülő is segített. Tehát élvezhetjük a támogatásokat, de azért mégis, hogy azért valami kis emlék megmaradjon, én szeretném átadni az osztály ajándékát Vidéki Istvánnak, Erzsike néninek, aki nem csak a világokat ültette velünk együtt, hanem még nagyon nagyon sok minden más, én is azt mondom, mert a lényeg az, hogy valami emlékként megmarad.
amikor csak azért, hogy nem akar a gyerekeket, meg a kilány is a zsrófolni, de azért, hogy a utoljára bizonyítanánk, nem azért, mert már annyit tettünk ebben az évben, az elmúlt évben, azokért a dolgokért, amik most egyetlen benne vannak, hogy én most nem is akarok így előveszni. Igen, jó lett volna egy kicsit jobban, meg hát igen, jó lett volna ezt, meg azt. Mindent lehetne jobban csinálni. Az a jó, hogy megelégedettek nem vagyunk, mert mindig többet szeretnénk, én is megfelelkozz benneteket, ti is. Próbáljátok majd egy kicsit jobban. Én nagyon örülök, hogy 10 gimnáziumban, 15 szakközépiskolában, 13 pedig iskolában tanultam. Ez minden felállunk, én azt hiszem. És minden felállunk, és a lényeg az, hogy ez sikerült. Hanem szeretném átnyújtani az iskola jutalmakönyve is Vidéki Andreának, az iskola és az osztályközösségének fejlesztésében való segítésén példamutató magatartásáért. Léci Évának szeretnéseméért az iskoláért, a közösségért minket Rózsi Kildikónak példamutató magatartása és az osztályközösségben minket lelkes segítő munkáját szeretnék. Serej Zsófinát a társadalmi és a közösségi munkájáért példamutató magatartásáért. Szabó László segítségéséért, társadalmi munkájáért.
szeretnénk szaladgáltak, rendőrségre, meg mindenhova, ahova csak lehet őt küldjük. Jég a Latina a közösségi munkájáért segítünk. Solymosi Imre társadalmi munkájáért segítünk. Köszönöm szépen! Na és akkor most szeretném tudjátok kiosztani az útkörő könyveket is, amit azért mondjuk ti is azt javasolhatok, hogy ezen a napon kapjátok meg. Vas Bence, de már nem olvasom el, hogy úgy is tudjuk, hogy közösen szavaztuk meg. Csányi Imának, úgy ünnepséget nem marad. Vidéki Attilának, Vidéki Andreának, Grózi Kirdifónak, Mészáros Lacinak, a gyermekának a jövőkénynek. Igen, most lehetünk. Ugye most van, aki dupla könyvet kap, hát az ütölő ünnepén, a mondanom is most Tóth Erikának, Kiskistának, mondhatnám, hogy nehéz a szívem, mert úgy fogom, de azért
sem olyan nagyon húz. Én nagyon sok szeretettel meghívom mindenkit is, a kedves szülőket, kivagyom én is titeket is, hogy közösen készítettünk egy búcsú vacsorára, mert nem mond, mert már sokat nevetünk azon az utolsó vacsorára, hát nem utolsó búcsú vacsorára, nagyon sok szeretettel. De énekeljünk még befejezésül egy dalt, jó? Mégpedig a nagymamának itt van a helye, tessék felépül, a nagymama is ide jön, tessék ide helyet foglalni, ide már lehet sorba sorban, ide tessék, ide erre mindenhol lehet, Thank you.
Visszajövök a képernyő. Hát nekem is, hogy ez elmondom, hogy ez megtalálom.